A szúnyoglárvák ellen egy speciális készítményt vetnek be, amely baktériumok által termelt hatóanyagot tartalmaz. A szer az alkalmazott dózisban a szúnyoglárvákon kívül más élőlényekre nincs hatással, így élővizekben is felhasználható. A készítményt földi úton folyadékformában permetezéssel jutatják ki a gépjárművel vagy gyalogosan megközelíthető tenyészőhelyekre. A repülőgépről az ártéri erdőkben végzett kezeléseknél granulátumformulát alkalmaznak, amely képes áthatolni a növényzeten, így a lombos fák alatt lévő vízterületeket is hatékonyan lehet kezelni. A térségi településeken folyamatosan zajlanak a gyérítő kezelések. Erről az érintett önkormányzatok egyedi értesítést kapnak. A kezelések pontos időpontjáról a lakosságot is tájékoztatják. Platós gépjárművekről az esti, éjszakai órákban permeteznek. Számítottunk arra, hogy az idei nyárnak az eleje egy kicsit szúnyogos lehet, hiszen sok eső volt a tavaszi időszakban, illetve itt a június elején is, úgyhogy már megkezdtük a szúnyogírtást, tehát a központi költségvetésből, ami lehetőség nyílik rá, ezek az írtások már megtörténtek. Az első után azért tapasztalható volt, hogy még este azért nem volt annyira kellemes kinn üldögélni a kerti sütögetés környékén, de azt gondolom, hogy mostanában már tűrhető állapotok uralkodnak, és mivel az elmúlt héten ismét esős volt az időszak, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a harmadik, ez most már sokat fog azon segíteni, hogy nyilván vízpart mellett vagyunk, tehát azért előfordul, de elviselhető mértékű lesz. Esős időszakban a hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok elterjedését, szaporodását magunk is nehezíthetjük. Érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. Ezzel nem csak közvetlen lakókörnyezetünkben csökkentjük a zavaró rovarok számát, hanem az inváziós fajok további térhódítását is nehezítjük.